irodalomtörténésztő fogja vezetni a beszélgetést, előtte egy audiovizuális élménnyel készült a készültünk. Amiben most csak audio élmény lesz, mert valami gondol a projektorral, de ezt utána egy rövid audiovizuális élmény is, talán kezdjük is el. Egy is kezdeni, és utána pedig Szabolcsnak át is adtam a szót. Yeah.
Tulajdonképpen, ami most történik, az a költészet egyik lényeges pontja. Kettő dolog. Az egyik az, hogy az ember azonnal elkölt egy hibát, megszakít egy forgatókönyvet, egy kvázi forgatókönyvet, azt, hogy most egy versnek, pontosabban két versnek kellene elhangoznia, és ezek hamarosan el is fognak. Másrészt meg a médium beleszól a történetbe, a történetnek a rendezettségébe, egy tervezhetőségébe, egy tervezettségébe. Most láttunk kellett volna valamit. Sokan kérdezhetik azt, hogy mi történik. Mi történik egyáltalán. Amikor ennek a könyvnek Budapesten volt az első bemutatója, akkor olyan érdekesen kis térben helyezkedtek el az emberek, hogy például ágék háttal ültek a vetítő vászonnak. És azt éreztem, hogy nem tudták sokan a kezdeti pillanatokban, hogy mi történik, hogy mögöttük lemegy 1998 Berlin olimpiai stadion, teljesen megtelve 60 ezer emberrel, és a Rammstein együttes billentyűse Flake Lorenz megfogja, és egy gumicsónakkal beveti magát az emberek közé. És az emberek aztán úgy, tehát ugye a hullámozás, mint ahogy van koncerten is. De nem is, már azóta rájöttem, Lorenznek a gesztus a legizgalmasabb, mert ez egy nagyon tervezett dolog volt ebben a meglepetésszerűségben, hanem amikor sokan elkezdték utánozni. Meglepetésszerűség és tervezettség persze mindig jelen van, akkor is, amikor egy másik koncerten Lorenz gumicsónakja kiszakad, ő beesik az emberek közé. Nem tud visszamenni a színpadra, menekíteni kell. Ez a Lorenz egy ilyen kis elektronikus eszközön, vagy elektromos eszközön koncert közben véletlenül elüti az énekest. És le kell fújni a koncertet. Volt ilyen is. Úgyhogy tulajdonképpen ez a hiba, vagy ez a nem is hiba, hanem egy lényegé válhat a mai beszélgetésünk alkalmával is. Arra is utalhat, azt a kihívást is jelentheti, hogy immáron a kép médiuma egy pillanat alatt megszűnt, eltűnt, és nekem nyelvileg kell utánalkotni valamit, vagy nyelvileg kell, nyelv médiumában kell valamit hirtelen, hát ahogyan Szabolcs mondta ma délelőtt, keletkeztetni. Mert délelőtt a kép és a szó viszonyáról beszéltünk egy Hölderlin vers kapcsán. Valahogy mindig minden összekapcsolódik mindennel. Hát ezt most nagyon ügyesen összekapcsolódtad, ez is valami. De ha már arról beszélünk, hogy szavainkkal kell a jelenlévők elé egy filmet, vagy egy mozgóképes látványsort felidézni, akkor voltak éppen nem is nagyon teszünk mást, mint ami a költészetben gyakran, ebben a kötetben pedig, az Egy hit térfogatára című kötetben gyakran zajlik, méghozzá azt, hogy dolgok között szavak segítségével térviszonyokat építünk fel. És ezeknek a térviszonyoknak a nyelv által való felépítése az egyik olyan pont, ami miatt mindenkinek a figyelmébe ajánlhatom ezt a kötetet. Tehát a beszélgetésnek az egyik fontos csomópontja akart ez lenni. Más sorrendben akartunk, más rendben akartunk eljutni ide, de nagyjából mégis eljutottunk. Tele van ez a kötet olyan gesztusokkal, nyelvi gesztusokkal, amelyeknek az a feladatuk, hogy dolgok között viszonyokat hozzanak létre, teret hozzanak létre, teret teremtsenek meg, keletkeztessenek, létesítsenek egy teret, és annak az izgalma, hogy vannak dolgok a kötetben, vannak olyan
városok, városrészek, tárgyak, hétköznapi életünkhöz tartozó elemek, amelyeket mindjárt ismerünk. Ezek között hogy létesülnek viszonyok, ennek az izgalma az olvasás során szerintem számottevő, de még számottevő az, hogy milyen nyelvi műveletekkel épülnek fel ezek a viszonyok. Tehát például ismétléssel, megszakítással, párhuzamos képzéssel, kihagyással, és milyen érdekes, hogy a dolgok úgy történnek meg, hogy Tamás egy ismétlődő, egy megismétlődő jelenetre hívta fel a figyelmüket, ez már egyszer megismétlődött, vagy hasonlóan lejátszódott, hasonlóan kicsit másképpen máshol is lejátszódott. Tehát, hogy megpróbálunk történeteket mondani, de szükségszerűen valahogy megtörik a narratíva, párhuzamosságok keletkeznek, kihagyások jönnek létre. Na, ez az egyik nagyon érdekes pontja a kötetnek, és erről fogunk biztosan beszélgetni, de ez az, amit mindenki számára ajánlom ezt a könyvet. A mai alkalomnak a forgatókönyve az úgy alakult volna, tehát, hogy egy videót megnézve valamivel részesültünk volna, aztán utána egy rövid, néhány perces könyvismertetést is láttunk volna szintén egy videó segítségével. Tehát nekem nem lett volna olyan feladatom, hogy bemutassam ezt a könyvet. Most ezt nem látjuk és nem is halljuk, ezért van olyan feladatom, hogy bemutassam ezt a könyvet. Képzeljük azt el, hogy még nem ismerjük ezt a könyvet, és akkor bemegyünk a könyvesboltba, és számomra teljesen bizonytalan az, hogy megveszek-e egy könyvet, vagy nem. Hogy mi alapján választódik ki egy kötet a többi közül, hogy azt majd én éppen meg fogom vásárolni. Az bizonyos, hogy nem azzal fog feltűnni ez a kötet, hogy ez egy nagyon vastag könyv volna. Vagy nem azzal fog feltűnni, hogy nagyon hivalkodó lenne a megjelenése. Ahogy ma délelőtt beszéltünk erről, ez tört fehér, koszos fehér, törfehér, és dunai árvizek után keletkező uszadék szürke színeket váltakoztató borító, ami nagyon visszafogott, de azért magára irányítja a szemet. Ez ki lenne most vetítve, mert készültem egy prezentációval is természetesen, ahol képeknek, hangoknak és szövegeknek, most már bármit mondhatok róla, mert ugye nem lehet majd megnézni, de valóban készültem egy kis kivetítéssel. Érdekes, hogy a könyvnek a borítója három felé van osztva, két szín használatával. Az egyik sávban három sávot látunk, három tulajdonképpen párhuzamos sávot, ez egyszerre felidézi azt, hogy a tér az valamilyen módon három összetevőből jön létre, egy, kettő, három, ezek a számok többször elő is fognak fordulni a kötetben, és ezek fontosak lesznek, hol római számként jelennek meg, hol pedig arab számként jelennek meg, és nevezőben, és van alkalom, amikor mi úgy olvashatjuk ezt a néhány számot, hogy A az elsőn, A a másodikon és A a köbön, és amikor az A a köbönt olvassuk, akkor eszünkbe juthat a cím, a térfogat. A térfogat, ami valamilyen módon egyszerre, itt grammatikailag is bonyolult, egy híd térfogatával, a híd az két pontot szokott összefogni, de azt a megközelítést ajánlja itt a könyv, hogy a hídről, mint tereket összefogó valamiről gondolkodjunk. Egy híd térfogatáról, vagyis hogy milyen teret képes befogni a híd, ez a fogat, befogás. Egyébként ez a fassen, a megérintés, a belefoglalás szó mind a megértéssel kapcsolatos, mind a megragadással, a megértéssel kapcsolatos a német nyelvben is és a magyarban is. Tehát egy híd térfogata, egy híd milyen fesztávolságon, milyen tereket képes összekötni, befogni, illetve hogy egy híd térfogata, az pedig valamilyen módon a tömege is annak a térnek, magának a hídnak a nehézkedése, súlya, tehát nem csak az, amit összeköt, hanem maga az is, ami összeköt. Ez rögtön már eldönthetetlen,
valahogy bele szakad ez az eldönthetetlenség rögtön a borítón ebbe a súlyos huszadék szürkébe, és szippantja befele a hidat a térfogatával, nehézkedésével együtt a borító, ahelyett, hogy összekötné a két biztos területet. Hol vannak a biztos pontok, a fogózkodók, milyen módon lehet valamit kijelenteni, a kijelentett dolognak mi a státusza, a kimondott dolognak mi az állandósága, milyen ismétlődések, párhuzamosságok, benneszakadások, kihagyások, kiszólások teszik lehetetlenné, hogy megfogalmazzunk egy kijelentést, vagy egy képzetet a maga állandóságában mondjunk ki, vagy egy képzetet a maga identitásában olvasunk. Ezek a problémák folyamatosan foglalkoztatják az olvasót, amikor erről a kötetről gondolkodik. A kötet vékony, majdnem meg tudtam számolni, hogy hány költemény van benne, 32 körül van a címmel ellátott költemények száma, ezek a térmemória, a fal és az ülni kötelező, illetve az arc éjszakája, nem tudom mikbe, ciklusokba, egységekbe vannak elrendezve, illetve van még két költemény, Poltrai egy északi juharral és Vademecum, amelyek több egységből állnak önmaguk is. Így nem tudom megmondani, hogy mekkora a térfogata ennek a kötetnek, hány költeményt foglal magába. Minden esetre számomra izgalmas kérdés az, hogy ezt a kötetet kik veszik meg, és kik forgatják élvezettel. Számos alkalommal a költemények magukkal ragadnak, élvezem ritmusukat, hangszövedéküket, élvezem azt, ahogy a költemények a képzeletem számára feladatot adnak, ahogy kiegészítésekre sarkalnak, nagyon sok a benne szakadás, a vers grammatikában is. Nagyon sokszor kell nekem kiegészítenem a mondatokat, pragmatikai összefüggéseket létesítenem. Énhez, őhöz, tehez rendelnem bizonyos beszédaktusokat. Nagyon gyakran szakadások vannak az egyes képzetek között a költemény, egy költeményen belül, aztán nagyon sokszor idéződnek fel József Attila költemények, József Attila sorok, olyanok, amelyeket unás ismételtünk nagyon gyakran, nagyon finoman, nagyon eltávolítva vannak ezek jelen. Térben és időben távoli költészetek szólalnak meg. Vájtfülűnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket a költeményeket az ember élvezze. Aztán most már a hangzás mellett a optikának is nagyon komoly feladata van ebben a kötetben. Az előbb beszéltem a szám és a betű kapcsolatáról, ami szintén egy bonyolult összefüggésrendszer van a kötetben, de mondhatnám azt is, hogy a betűkép, az íráskép is felhívja magára a figyelmet. A mondatok nem kezdődnek nagy betűvel, a nevek sokszor nem kezdődnek nagy betűvel, néha nagy betűvel kezdődnek. A mondatok végén pontok vannak, központosítás egyéb nincsen. Azokban vannak kettős pontok. Fontos az is, hogy a verseket hol számok, hol csillagok, három csillag választja el egymástól. Vannak kurzivált részek is, és van egy verses kódkockás, ami pedig az Nibelungizált Alexandrinusnak az írás képére próbál távoli módon utalni. Tehát az íráskép is nagyon lényeges a költészet, vagy ezzel a kötettel kapcsolatban, és ami még nagyon lényeges, mondom, a költészetnyelv aznek az optikája, vagyis az, ahogyan a dolgok
ebben a nyelvben elénk kerülnek, közvetítődnek. Térképzés, hangzás és optika, ezt a három dolgot tartom nagyon jelentőségteljesnek, és teszik egyedivé ezt a kötetet. Mindenkinek ajánlom figyelmébe ezek alapján. Ami nagyon elgondolkodható számomra, amire nagyon nehezen tudok rácsatlakozni, az voltak éppen az a világ, amelyet egy-egy költemény, illetve a kötet önmagában gyűjt. Nagyon gyakran kódolhatatlanul rejtelmes világ. Nagyon gyakran ismerek ezt az belőle. Néha, minthogyha a történelmünknek is meg annyi mozzanata felidéződne, néha, minthogyha egy magánembernek a legszemélyesebb pillanataiból lesnék el valamit, aztán ez az egész keletkezés, születés, egy férfi szemével a női test rejtelmei, vagy akár a férfi szemszögéből a fogantatásnak és a gyerek kihordásának a képzetei, ezek valahogy mind ott vannak, aztán a háború pusztításai, és valami megfoghatatlan félelem és kísérteties érzés. Ezek is mind azon, hogy ahhoz járulnak hozzá, hogy gyakran elidegenedek ettől a kötettől. Valószínűleg jelentős kötetről van szó, de nagyon sokat kell dolgoznom azon még, hogy emellett mindenki számára elfogadható érveket tudjak felsorakoztatni. Elnézést, hogy hosszan beszéltem, de szükséges lett ez a koreográfia miatt, és akkor azt indítványozom, hogy hallgassuk meg most azt a két verset, amit tudja felolvasni. Kópeles Tósz, dr. Brenner Józsefnek. A szmajniki autóstokból avarba süllyed dög cédula a fürdő vízmedencéje. A koplált vadas park és a megpiros alkonyat kontrasztja zavarba ejt. Úgy törékeny, hogy könnyékig reped a levél az enyhe gumis lomsátorban. Elindul a szuvasodás, átmenet a halk techno és a lágy house között. A csendek hollépe metzi le a parktól a törött sétányt. Szolíd teraszos művelése jár a sorokon, a cipőtarnyi hely, amit leblokkolszik, már könnyű testi sértés. Félig komposzt, előtt a laj, félig cefre a kiszáradt medence alj, és langyos, mint egy kigűzölgő autó órákkal a motor leállítása után, az apránként rohadó esőben. Ha köntösöd eldobnád, akár tomahawkot, nem veszve a reakcióidőből, mekkora perverziót váltanál ki a szembe jövőtől? 10 percek tűnnének el belőled így. A padlizsánél a fürdőgalériában telvilm a sarkított képén kering egy alma is, vérszegény híján kopásnyó. Ami itt lelassul, leparkol végleg. Hiszen újraindulni a legzavarba egy. Könyörtelen az ego akarása, hogy instant lehessen. Egyszer használatos. A hosszú napszak. A hosszú napszak végén rövid bonyodalom. Valaki tévedett. Eddig a pontig számtalan élvonal vezet, de az arc egyre kimerítőbbé váló inzadat. A kupolaterem korlátjai mentén halad a hallássáv színében. Kín a dombonal pengevékony kombolya talán egy titózatot zárja. Skander fegyelem és figyelem között, aki nézi, s mivel enyhén leng, csak a közege fontos. Mi önmagunkban, mint üres esőben, ázunk. Szándékunk ennyi, táj hagyott kupolákkal. Keskeny, dokumentalista, mint egy könyvváros. Gömbölyű, írástudatlan fényben a város, melyen elfutált. Ebb nem azé, aki fut a környező vasúták telkén a vízig.
a tó következetes kék. Mire ideér, három teljes évig ízik, s mint sikló az éles hűben úszik egy viadott. Er nem az él kifut. Er teremszerű tompa félelem, amiben van valami türelem és örökzöld. Nyugodt, mint egy vidéki könyvüzlet polcai közt lebegő vadidegen szó. Nyugtalan, mint némely kapucsin. Ekkor érkezik te, aki nem viselsz koronát. Aki korábban végignézte, akit korábban hallgatott, nincsen jelen itt, de arca mozgó fogajtábor valahol asztal szomszédja szemében. Gyanú és bélyes. Nehéz csapadék poppan a zárda feneketlen ablakán. Akiért nincs mikor, szünet nélkül pulzál a ponnyi kerekasztalnál belül. Gerinctelen terepszínű lepkék, fedületeket ütve rajtó, nyüzsögnek. Pedig alig száradt lapockáink csattognak csak. Nyelvünk lepereg előttünk, mint egy intro a szfer fényreklámján. És elbírja a főbűnt a szó lágy, arrogáns pereme. A technikás sor. Köszönjük szépen a felolvasást. Azt beszéltünk Tórával, hogy ez nem kis teljesítmény. Én például nem tudom, hogy szerinted mennyire felolvasásra való versek ezek, vagy olvasásra való versek. Például a Hosszú napszak című versnek az első két sor az úgy hangzik, hogy a hosszú napszak végén rövid, itt van egy sortörés, bonyodalom, ez már a második sor, bonyodalom, kettős pont, valaki tévedett. Ez most ki lenne vetítve, és látnánk. Meg lehet ezt szólaltatni? Azt az izgalmat, ami ugye a hosszú napszak végén rövid. Hosszú és rövid egy sorban, eleje és vége a sornak egymásra vonatkozik. Ez egy bonyodalom, és kettős pont, valaki tévedett, ez pedig már egy elmondatlan történet, egy morális ítéle, a nyelv működéséről szóló, nagyon bonyolult belátás megfogalmazása. Hirtelen ugrunk két-három olyan dimenziót, amit ugye nem is várnánk, és hát mindez az íráskép optikája következtében vált ennyire izgalmassá. Vagy a végén, elbírja főbűnt a szó lágy, arrogáns eleme, vesző, sorvég, a technikás, tehát újsó, a technikás sorvég. A technikás sorvég, tehát a verset lezárja a sorvég után következő pont, a sor közepén. Ez írásban látszik, amúgy meg nem hallatszik. Én mindig felszoktam olvasni ezt a verset. Felolvasásokon, meg könyvbemutatókon is. Azért, mert más érdekessége domborodhat ki, hogyha megkapja mondjuk a hangszínt. Vagy kap hozzá egy hangszínt, és azokat a ritmus fragmentumokat is, hát hogy is mondjam, tapasztalattá tudja tenni, amelyek lehet, hogy mondjuk olvasásként, vagy egy ilyen optika tekintetében, vagy egy ilyen médiumban lehet, hogy annyira nem. De nem tudok rá biztos receptet mondani, hogy mi a legkifizetődőbb. Mondjuk egy vers megképzésében, vagy keletkeztetésében, befogadói szempontból. Én például, amiket mondasz, itt az a vers első szakasz, azt társadott el, nem vettem észre soha. Tehát teljesen esetlegesen működik ez. Én nem tudom ezt. Szándékod az, hogy ilyen olvasásokat, hangsúlyosan nem olvasatokat, nem ilyen nekifutásokat, olvasásokat felszabadíts? Akár úgy, hogy a szónak abban az értelemben olvasás, hogy felolvasás, tehát nagyon különbözőképpen lehetne azt a sort, hogy melyen elfut át, er nem azért, aki fut, a k
környező vasúták terkén a vízig, ugye ezt nagyon-nagyon sokféleképpen lehetne központozni, és az olvasásban nagyon sokféle hangsúlyozással lehetne jelentéseket keletkeztetni. Ez vonz téged, vagy ez egy szándékod neked, hogy az olvasó sokszor nekifusson, sokszor felolvassa, vagy sokszor újraolvassa? Hát nem gondolkodom olvasónak. De ez egy nehézség volt a szerkesztésben. Csak úgy. Ezt úgy értem. De lecsapok, mert a szelekció édesdet kényszerítő ereje, ami arra vonatkozik, hogy 2011-ben kezdődött a szerkesztés, ha jól vagyok tájékozódva, tartott elég sok ideig, és 2007-ben jelent meg egy antológiában előtte, utoljára, könyv formátumban tőled számos anyag, azután éveken keresztül csak elszórva folyóiratokban. Közöbb voltak, de szépvesek. Szépvesek antológiák, igen, de hogy ahol mondjuk, tehát mégiscsak 2007-es egy jelentékenyebb felmutatása volt az addigi anyagnak. Azt olvasom a Bódi Katával, a Vörös Postakocsiban írt kiváló interjúban, vagy már nem is interjú, az tulajdonképpen kérdésekre írásban adott nagyon eszes válaszok, hogy a FISZ ambiciózus kemény szerkesztői, mi ez a keménység, illetve mi az, hogy a szelekció édesdet kényszerítő eleje, hogy lehet szelektálni úgy, hogy nem gondolkodok olvasóba, miért adtak ki ezt a könyvet, miért lett szükséges éveken keresztül könyvben nem gondolkodva, egyszer csak könyvben gondolkodni, és miért nem elégségesek az internetes fórumok, blogok, versportálok, ahol ciklusokat lehet megjelentetni, miért kell könyvben gondolkodni, nem gondolkodsz olvasóban. És ezt nyilván a szerkesztő is szól, hogy mi volt a nehézség? Egy megjegyzés, és utána átadom. Nem, az alapot, én nem tudom, miért valami kemény, tehát hogy erre kíváncsi is vagyok. De azért kemény, mert megint olyan dolog történt, amit nem tudtunk tervezni. Az, hogy én a honlapomról másoltam ki ezt a Kupéres Tósz című verset, de hát ez egy korábbi változat, mert a könyvben egy módosítással jelent meg az, hogy a Paradizsán Lilát kiiktattuk. Igen, ez feltűnt nekem most itt egy követően, Paradizsán Lila az kiiktattuk. Mert a férfiak nem ismerik a színneveket, ezért folyamatosan tanulják őket, de nem tudják beazonosítani. Fogalmam sincs, mert az, hogy Paradizsán Lila természetesen. Ezt én pont tudom, mert van egy ilyen növény. Amúgy nekem is nehézséget jelentett, de ezt felfedeztem. Megnéztem készülgetve a kötetnek a szövegeit és az online elérhető szövegeket, és ezeket a különbségeket megpróbáltam beazonosítani, majd ezek ki lennének vetítve, majd visszatérhetünk néhány ilyen különbséghez. De mi ez a Paradizsán Lila kihagyás? Hát az, hogy Balázs és Péter, tehát most már tulajdonképpen mindketten és a színnevek kerülésének, írtásának, tilalmának társelnökei. Egy manapság is a köztudatban lévő szóval éljek, és ráadásul Mészáros Marci meg a védőszentetek, kvázi, vagy a... Tehát például abban, hogy én valóban nem gondolkodtam soha életemben, úgymond verses kötetben, hanem mindig csak egy aktuális versben, amiben benne voltam. Amihez a ma reggeli beszélgetésünk során két sort a füzetlapaljára betettem. Tehát, hogy most is foglalkoztat egy képzet, amiről persze nem szívesen beszélek, nem is sok nyilván, de az mindig egy következő verset jelent csak. És ennek a versnek a
szavait gyűjtöm meg a vonzás körzetei, aztán kiépülnek mellett a szót, hogy Patlizsán Lila már csomó, vagy a Patlizsán már egy csomó emlék egyébként beindul. Nekem kellett tényleg egy ilyen, úgy van egy meder, tehát hogy az az anyag, amit elküldtem Fisznek annó, az azért egészen más volt, egy strukturális szempontból is, számos verset kiadtam konszenzussal, vagy én lázadoztam, és akkor mégsem, talán volt ilyen is. Tehát ilyen erős rejátások is voltak, azért, hogy egy-egy vers is annyira gyakran, vagy bizonyos esetekben széttartónak tűnik, hogyha például mondjuk a metapillanat ciklus is benne maradt volna maga immáron 46 szövegegységével, akkor képzeteknek egy olyan idegesítő, frusztráló elvaratlansága, sokassága jelent volna meg, amikkel én sem szívesen találkoznék feltétlenül. Annak ellenére, hogy ezek a képzetek folyamatosan feltűnnek egymásban. Tehát, hogy az elvaratlan szálak mindkét vége jelen van, de azért olyan bonyolult összeilleszteni őket, mert közben megkopnak, meg megviseli őket az idő, vagy elépülnek. Hát én a magam részéről csak annyit tudnék hozzászólni összegzésként, hogy továbbra sem tudatos a viszonyom. Mint ahogy nem is olvastam el ezt a könyvet elejétől a végig, egyszer sem, mert mindig csak akkor részletek, és utána mással foglalkoztam. De örülök, hogyha... Tehát ismerek több olyan ember, aki elolvasta egyről. És azt mondta, hogy nem depressziós lett, például. Én nem egyből olvastam el, hanem apránként, és én nem lettem depressziós, de nehéz feladatot ad ennek a kötetnek az olvasása, lapozgatása, ízlelgetése is. Egy-egy vers végigolvasása is igen nehéz feladat. Lehetséges, hogy ezzel kapcsolatban van az is egyébként, hogy mondjuk nem idegenkedsz attól, hogy te felolvasd, legalább valaki végigolvassa, illetve hogy hangos könyvként is gondolkodsz, vagy hangos könyvé is formálod részben, persze, hangos könyv töredékként formálod a költeményeidet, a honlapodon is található felolvasások, és hát ebben az értelemben tehát mondjam, ez az elszámás, hogy végig menjünk egy szövegen, és ne álljunk meg félúton, ne keressünk kapcsolódásokat az addig elolvasott és megtört sorok között, és megszakított szintaktikai viszonyok között, és megszakított mondatok között, hanem tovább menjen az olvasás, Ez nem minden költem, nem minden esetben magától értetődő. Tehát nem mindig jutok túl egy bizonyos ponton, de ez nem azt mondja, hogy arrébb teszem, hanem hogy elkezdem újraolvasni a már elolvasott részt az adott költeményből. És valóban nem több költeményben, hanem egy-egy költeményben mélyedek így olvasóként. A szerkesztőként mi volt a feladatotok, vagy hogy volt ez a munkamegosztás? Én még nagyon sok minden eszembe jutott, hogy próbálok rövidíteni majd. Egyrészt, amit nem biztos, hogy mindenki tud, én egyébként elolvastam, mert többször most is a vonaton, ahogy jöttem, elolvastam egyben ezt a kötetet. Ezt szeretné a Tamás mindig elmondani, szerintem blöfföl biztos, hogy elolvastam már egyben, mert ez állandóan elhangzik. Ami még szerintem nagyon fontos ezeknek a szövegeknek a kapcsán, ugye amellett, hogy optika és térszerűség és a többi, hogy van egy akusztikája is ennek az egésznek, szerintem. Tehát, hogy persze nyilván tehát ezek csak lehetséges olvasásmódok, vagy olvasat módoknak a felmutatásai, hogy a szövegnek ez az öröme, vagy a szöveg örömében van talán, az is az amikor arról beszél a szerzője, hogy ugye a szöveg az akkor is jó, hogyha az ember csak olvassa és elkalandozik közben, és már egy fél oldala vagy egy oldala olvasó, úgyhogy rájön, hogy hú, most vissza is kell ugornom. Tehát, hogy a szöveg
elindít valamerre a saját kreativitásod irányába, és már az olvasónak a saját kreativitás irányába, és azt gondolom, hogy így érdemes olvasni ezt a verses kötetet. Nem feltétlenül csak így lehet, hogy a költészet eleve nem racionális, és a Tamásnak ez a egyébként szerintem kompozíciójában is, tehát egységes kompozíciójában is pont hogy egységes, ezt akartam mondani, kompozíciójában is egységes kötete, az ennek az olvasatnak nagyon könnyen ad teret. És hogy a pontosan ezek a ritmusok, amik egyébként többféleképpen olvashatóak fel, de amik mögött nagyon szigorúan megkomponált apró ritmus részletek vannak, azok, amiket akár többször elolvasva, akkor többféleképpen is lehet akár magukban kiolvasni. Tehát ugye hozzánk úgy került a kötet, ez az, amit nem mindenki tud feltétlenül, hogy a FISZ alkotói pályázatán jelentkezett a Tamás egy anyaggal, ami aztán hát részben, nagy részt azért az ő változtatásai, illetve aztán tényleg volt egy olyan szerkesztési munka, ami azért kemények talán nem tudom, mennyire volt kemény, de persze ez a te élményed. Ugye végigmentünk a szövegeken elég alaposan. Az utólag, hát akkor végülisem. Nem tudom. Ami szerintem, tehát az, hogy ez, mi azt szerettük volna, hogy ez még egységesebb, hogy abban az irányban, hogy még egységesebb legyen, még gördülékenyebbé váljon a dolog. De igazából Tamás, amikor már jelentkezett ez a kötet tervel, akkor azt kell mondani, hogy kész volt, és kész volt arra bőven már régen, hogy legyen egy kötete. Az volt a kérdés, hogy milyen legyen, és hogyan tudunk ebben segíteni, hogyan tudjuk ezt még gördülékenyebbé tenni, mondjuk. Remélem, hogy valamennyit sikerült hozzáadni a dolgokat. A Völgy Erdőkerület című költemény, ami a kötetben a Térmemória című első ciklus után következő második ciklusnak a Fal címűnek az első darabja. Négy részből áll itt a kötetben, és római számokkal vannak jelölve ezek az egységek, de az első egység a Hitelben még 2008-ban úgy jelent meg, hogy római 1/1, és aztán 1/római 1, két része bontva, és tehát két költemény volt, két körülbelül, és vetítettem volna, két körülbelül elég hosszúan, 20-20 soros költemény. A másodikból eltűnt 18-20 sor, és az utolsó két sora oda lett csapva az első egységnek a végéhez. Semmivel sem érzek kisebb szakadást ezzel, hogy eltűnt onnan 18-20 sor. Ugyanolyan nagy szakadásokat érzek a költeményben, tehát én éppen azt erősítem, hogy a korábbi költeményeknek az akusztikája volt nagyon hivalkodó, a nagyon korábbi költeményeknek, persze kerültek ebbe a válogatásba, 2007 előtt írtak, és ezeknek a költeményeknek pedig noha folyamatosan persze ezek az összehangzó mozzanatai erősek, fontosak, de ezt elbonyolította a vers grammatika és az optika együttműködés. Tehát ennyiben szerintem egy nagyon komoly előrelépés van a korábbi válogatásokhoz képest, vagy a korábbi, tehát egy nagyon-nagyon korábbi, tehát mondjuk az olvasók tudatában mondjuk egy ilyen 6-7 évet is kell ugrani. Tehát nem is biztos, hogy jogos ez, hogy egy régi antológiához képest mondom ezt az előre lépés, de azonban itt az a lényeg, hogy a kortárs költői teljesítményekhez mérve a teljesítményt, itt az akusztika mellett az optika nagyon erős, és ezáltal a legösszetettebb költői nyelvek közé kerül ez a teljesítmény. Például leválik számos kortárs költői hagyományról, vagy úgy mondhatnánk, hogy inkább egy nemzedékkel korábbi kortárs költői hagyományról, és egész más irányban kísérletezik. Ezt arra nézem, mondtam, hogy nem arról van szó, hogy nem érzékelem az akusztikát, hanem
nem azt emelem ki belőle. Ebben a vonatkozásban lenne nagyon érdekes egyébként, hogy az íráskép, a hangzás közti összjáték szempontjából az olvasás és a felolvasás közti különbség szempontjából megnézni a Comeback című költemény változatait. Ugye a látóban a Comeback még úgy jelent meg, ez a kötet második verse, hogy az utolsó, ez nehéz meg egy át szerkesztés is történt, hogy a második, az itt olvasható második, ez ki lenne vetítve, vége a következőképpen hangzik: igaz minden betű, ami nem buta, a szó kerek és bitorló, és végre kiperegnek belőle egyesek. Esküszöm, két órán keresztül gondolkodtam. Mi lehet ez? Mi lehet ez? Mi az, hogy kiperegnek belőle egyesek? Olvastam, néztem. Igaz minden betű, ami nem buta. Jó van, betű, buta, oké. Összhangzás. Látom, hogy mi van. Értem. Szokás ilyesmit is csinálni a költészetben. Annyira nem hatódtam meg. A szókerek és bitorló, ez tetszik ez a mondás. Ez biztos, hogy valahogy a szókerek és bitorló kapcsolatban lesz azzal, hogy és végre kiperegnek belőle egyesek. És akkor olvasom a látót, ahol a következő a megoldás, a szókerek és bitorló, és végre kiperegnek belőle egyesek. I-E-E-E-Ö-E-E-E. Ott vannak egymás után felsorakoztatva, tipográfiai közzel szétválasztva azok a magánhangzók, amik kiperegnek. Vagy amik maradnak. Na most, tehát amik ebből itt eltűntek, mert a látó volt hamarabb, tehát a látóbeli változat volt hamarabb, sejtem ezt. Tehát a szerkesztés során például ez egy döntés volt, hogy ezt vegyük ki abból a megfontolásból, hogy így esetleg rejtélyesebbé vagy összetettebbé válik a költemény. Igen, ezt szerettem volna, vagy akkor most még egy kicsit akkor kifaladom. Ó, nem, szó kerekes. Ugye ez az meg egy érdekes, hogy nem tudom, nem írtam itt be, de a harmat Artemis is erről beszélt, a Fisztában volt egy ilyen kritikus tusa, ahol ugye az a kritikus tusa előfűznek ilyen sorozatot, kritikai kritikusok ülnek le, és különböző szövegekről, kötetről beszélnek. Ő emelte ki ezt, ami szerintem nagyon fontos a tanácsok a költészetében, mondjuk így, vagy legalábbis, hogy ebben a kötetben, akkor maradjunk ennél, hogy azok a képzett társítások, amik nagyon mondjuk, hogy eredetiek, vagy akár már nagyon furcsák, azok, amik valahogy egy ilyen vezérfonálként működnek az egész kötetben, és amik egyébként beindítják ezt a fantáziát. Erre a konkrét verset, de viszont ezt a rejtelmességet mi igazán nem akartuk még tovább fokozni szerkesztőként, mert pontosan ezek a szótársak, itt rengeteg példát lehetne hozni, akár már a most felolvasott részekből, ezek már önmagában elég rejtelmes, és tényleg kreativitás igényessé teszik a szövegeket.